Sok szeretettel köszöntjük Önöket, köszöntjük a világ minden tájáról, többek között az óceán túlról résztvevőket is. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding röviden, PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeret fejlesztő képzésén. Én Erényi Györgyi vagyok, a PPH egyik vezetője. Én András Miklós vagyok, a PPH másik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú igaz ember, mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Szedlacsik Miklós az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta él Budapesten családjával, feleségével Mariannal, kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. 1987 óta építi a kapcsolatokat az emberekkel. 1991 óta vezet embereket, és van saját szervezésű csapata. Több épp pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett ugyanaz a szervezet piacvezető. Tanításait már több százezer ember vette igénybe valamilyen életjobbító lehetőségek elsajátításában. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében közreműködött. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy a magánélete nincs rendben. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Az ember és az élet működésével kapcsolatban hall vagy olvas valamit, ahhoz kap részletes információkat és tudást. Képes az emberről és az életről szóló olyan információkat lefordítani a köznyelv számára, amelyeket mások tanítottak, de azok legtöbb ember számára érthetetlenek. Ha szükséges, képes személyek esetében is információt kapni a múltról és a jövőről. Ha az élet vagy az emberismerettel kapcsolatban új kérdés merül fel, gyorsan kap választ a fentiektől, hogy átadhassa az információkat. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megkérdezni, hogy szerintetek mi várható a jövőben? Tavasz. A tavaszon kívül? Hát biztos, hogy tél után a tavasz jön, ez hót biztos. Legalábbis reméljük, hogy nem rögtön a nyár. Volt rá példa. Reméljük, hogy most már jó. Jó lesz? Reméljük. Hát jobb ettől. Tehát nézzük meg, hogy akkor gyorsan, hogy hogy működik az ember, jó? Tehát egy olyan ember, aki inkább akkor mondanám, tehát hát mikor is, talán 15 évvel ezelőtt voltam egy hölgynek a képzésén, mármint ő képzett engem, és ő egy olyan ember volt, aki egy protokollfőnök, és a kormányoknak
a magyar kormányoknak a protokoll főnöke volt. Egészen a Kádár korszaktól. Könyveket is írt a protokollról, és ugye olyan könyveket is írt, hogy mi illik, mi nem illik, hogy jelenjen meg az ember. És akkor egy ilyen képzésem voltam, ahol ugye egy ilyen egynapos képzést tartott. És ugye volt olyan rész is, ahol csak így beszélgetett arról, hogy mit tapasztalt egészen az első, tehát a Kádár korszaktól egészen az első Orbán kormányig volt hatalmon. Mármint úgy értve, hogy addig volt protokoll főnök. És akkor az első Orbán kormány váltotta le, és a saját embereit tette oda. És az azt jelenti, hogy a Kádár Jánostól ugye elég sok olyan ember volt, akinek a protokoll főnöke volt, és látta, hogy hogyan működnek a hatalomba került emberek. És akkor mesélt arról, hogy tök normális emberek kerültek a hatalomba, és amikor ezek a tök normális emberek, mit tudom én, olyanokat mondtak, hogy hát nem tetszik az irodának a falának a színe, és akkor mit tudom én, elment hétvégére, hétfőn visszajött, már olyan színű volt az iroda, ami neki tetszik. Tehát magyarul gyakorlatilag teljesítették így az óhaját, pedig nem adta ki utasításba. És egy csomó olyan dolog volt, amit így óhajtott valamit, és azonnal teljesítette a kiszolgáló személyzet. És egy idő után ennek köszönhetően gyakorlatilag az összes vezető így elszállt magától. Hogy ő bármit óhajthat, teljesítik. És ha megnézed egy kicsit a történelmet, a múlt század történelmét, akkor mindig az volt, hogy bekerült a hatalomba egy normális ember. Gondoljátok végig, mit tudom én, mikor hatalomba került mondjuk, tudom én, Rákosi, meg normális volt. Hatalomra került, mit tudom én, Sztálin, még normális volt. Stb. És így lehetne sorolni a hatalomba került embereket, hogy normális volt. És egy idő után így elszállt magától, hogy ő már nem egy ember, hanem már több talán egy istennél. És az azt jelenti, hogy a hatalom mámor, az megrészegítette őket. És ugye tudjuk azt, hogy a hatalom az olyan, mint a drog vagy az alkohol, hogy oldja a gátlásokat. A hatalom az olyan, mint abból a szempontból, hogyha valakinek gátlásokat kell oldani, mondjuk alkohollal vagy droggal vagy hatalmi helyzettel, és ezáltal másabb lett, akkor gyakorlatilag ezek a dolgok kihozzák belőle azt, ami benne van, de amit a gátlásai elnyomtak, a neveltetése elnyomott. De amikor már oldva vannak ezek a gátlások, akkor kijönnek belőlük olyan dolgok ezekből az emberekből, mint a legtöbb például részeg ember sokkal könnyebben beleköt bárkibe, mint előtte. És ugyanígy működnek a hatalomban lévő emberek, a hatalom oldja a gátlásokat. És kihozza belőlük azt, ami ott el volt nyomva. És
Ez úgy működik, ha megnézed a hatalmon lévő embereket, vagy akik már nincsenek hatalmon, de hatalmon voltak, azok nem javultak meg a hatalmuk alatt. Nem tudsz olyan példát mondani, amelyik a hatalmuk alatt megjavult volna. Mondja történelembe egy olyan példát, amelyik hatalmukba került és megjavult volna. Csak olyat tudsz mondani, hogy egyre rosszabb és rosszabb és rosszabb lett. Ez mit értünk ezen, hogy egyre rosszabb és rosszabb lett? Egyre nagyobb elnyomó lett. Nem tudsz olyan példát mondani a történelemben, hogy ez ne így lett volna. Nem tudsz olyan példát mondani a történelemben, hogy valamelyik mondjuk visszajavult volna, hogy rossz volt, vagy jó volt, rossz lett, és utána visszajavult volna. Egy-egy se. És akkor azt gondolod, hogy azok az emberek, akik jelenleg a világban hatalomban vannak, azok jobbak lesznek? Hát te olyan hülye vagy, mint a sötét éjszaka akkor, ha ezt gondolod. Hát ha gondold végig, a történelemben, nem az elmúlt 100 évben, hanem soha nem tanultál, nem hallottál olyanról, hogy valaki jó volt, utána rossz lett, és utána jó lett. Ilyen nem volt. Akkor most lesz. Hát te bolond vagy. Nem tudok más mondani. Vagy olyan hülye hiszéken vagy, hogy párját ritkító. És bocs, hogy így kell fogalmaznom, mert nem lehet ezt másként fogalmazni. Ha a történelemben nem volt egyetlen egy ember se, aki megjavult volna a hatalomtól, akkor gondolod, most lesz egy is a világban, aki hatalomtól megjavult? Úgyhogy maradjunk ennyibe, hogy mi várható. Jó? És akkor mindenki találja ki saját maga, hogy mi várható. És erre csak annyit mondanék, hogy minél birkábbá válik a nép, annál nagyobb elnyomást lehet gyakorolni a népen. Világos ez? Na, úgyhogy rögtön megadtam a kezdőhangot, és akkor most nézzük meg, mivel is foglalkozunk. Hát eleve ott kezdődik, hogy van egy olyan, hogy etika. Etika. Az etika az három nagy terület. Erkölcs, becsület, tisztesség. És azon belül ugye pontosan meghatározható, hogy mi az, ami etikus, mi az, ami nem etikus. Sőt, az is, hogy mi mennyire etikus, vagy mi mennyire nem etikus, hogyha az ember tanulja az etikát. Nem a 10 parancsolat az etika. Nem. Oké? Ráadásul egy olyan hozta le a 10 parancsolatot a kőtáblákba vésve a hegyről, aki utána kb. 3000 embert írtatott ki, mert bálvány imádáson kapott. Úgy hívják, hogy Mózes. Érted? Pedig olyan táblát is lehozott, hogy ne ülj. Érted? Most onnantól kezdve, mit akar az az ember? Oké? A parancsolataival?
Tehát az etika például a legegyszerűbb. Ne tégy olyat, amit nem szeretnéd, hogy veled tegyenek. Oké? Ez az alapvető dolog. Tehát ebbe benne van az, hogy mit tudom, hogy ne kívánd meg a fele barátod feleségét. Meg benne van az is, hogy ne ölj. Nem kell felsorolni, mert biztos nem szeretnéd, hogyha valaki a te feleségedet kívánná meg. Meg biztos nem szeretnéd, hogyha téged ölnének meg. Nem? És ezen kívül még van 6 szabály. De nem csak ez, hanem még vannak olyan dolgok, például, hogy a legnagyobb jó érdekében cselekedj. Na most az, hogy mi a legnagyobb jó, most nem fogom elmondani. Oké? De mondhatnánk azt, hogy itt van 10 terület. Ha ez a 10 terület, ez, ennek az érdekében cselekszel. Tehát, hogy jó legyen magadnak, párodnak, szüleidnek, gyerekeidnek, másoknak, munkádnak, pénzednek, környezetednek, hatóságoknak, Istenednek, az elég jó lehet, nem? Nem ezt tanuljuk, csak most majd példaként mondom. Az elég jó lenne, ha úgy lenne. Tehát most gondold végig, ott kezdődik, hogy valaki hatalomba kerül, és azt se tudja, mi az, hogy etika. Érted? Sőt, hatalomba kerül, és egyre jobban lábbal tiporja az etikát. És várható, hogy ameddig hatalmon van, egyre jobban fogja tiporni az etikát lábbal. Érted? És te azt várod, hogy jobb legyen. Hát nem ismered az ember működését. Meg nem ismered az élet működését, ha azt várod. És most tök mindegy, hol élsz a Földön. Ha ott egy hatalmon lévő ember lábbal tiporja az etikát, és az továbbra hatalmon marad, még jobban lábbal fogja tiporni. Világos voltam. Ezt úgy hívják, hogy az etika főrúgása, és úgy hívják, hogy a hatalom oldja a gátlásokat. Oldja egy etikátlan ember gátlásait. Világos ez? Hát a történelemben, ha megnézed, hány etikátlan vezető volt, akár csak a magyar történelemben, és hány etikus vezető volt, akkor vajon melyik volt többségben? Hát hogy nem az etikus? Ez hód biztos. És bármelyik ország történelmét megnéznéd, vagy bármelyik nemzet történelmét megnéznéd, tuti, hogy ugyanerre az álláspontra jutnál, hogy a hatalomban lévők nagy része az nem volt etikus. Tehát egy olyan világban élünk, ahol egy ilyen fura világ. A liberalizmus és a diktatúra keveréke. Ilyen még nem volt. Egy új rendszer van 2 éve, egy új társadalmi forma, még nincs új elnevezése, mert a liberalizmus az egy társadalmi forma, a diktatúra az egy társadalmi forma, a demokrácia az egy társadalmi forma. Most a liberalizmusnak
és a diktatúrának és egy kicsit a demokratikus demokratizmusnak is benne van. Tehát ennek a háromnak az ötvözete. Tehát valami, mit tudom én, libdik, nem, mit tudom én, van, mit tudom én micsoda, de valami ilyesmi, ami eddig nem volt, érted? Tehát vagy ez volt, vagy az volt, vagy amaz volt. Ez tehát egy ilyen kísérleti társadalmi forma. És hogy érzettek magatokat ebbe a kísérleti társadalmi formába? Hogy? Hát mi voltunk, én gyerekként fölnőttem egy olyan diktatúrában, ami már egy kicsit ilyen liberális diktatúra volt. Tehát, ami azt jelenti, hogy nem volt liberális, mert az túlzás, de egy olyan demokrácia volt, amire úgy hívták a szocialista táborban, hogy legvidámabb barak, így hívták. És biztos, hogy tényleg így volt, mert ha körülnéztél bárhol a szocialista táborban, a magyaroknak volt a legjobb. Pedig, nem tudom, tudjátok-e, hogy azt hiszem minden évben csináltak egy olyan felmérést Európában, hogy melyik a legpesszimistább nép. Tehát egy ország, tehát országonként nézték. És képzeld el, mindig Magyarország volt. Mindig a legpesszimistább. És hát például ugye mi voltunk Olaszországban, sokszor, nem az elmúlt két évben, hanem azelőtt. Ugye nagyon sokszor voltunk, és mindig azért mentünk szívesen Olaszországba, mert az olaszok olyan lazák voltak, és olyan jókedélyűek a magyarokhoz képest. De tényleg. Na most, megnézzük most, mit tudom, csak Olaszországot. Hol van a jókedélység? Hol van ez a lazaság? Elmúlt. Tehát az egyik legjobb kedélyű ország az Olaszország volt, mint nép, érted? Már elérték, hogy ők sem. Nálunk nem volt nehéz elérni, mert mi sose voltunk itt jó kedélyök, tudjátok mióta? Trianon óta, így van. Trianon óta Magyarország a legrosszabb kedélyű ország Európában. Miért? Mert a legnagyobb veszteséget szenvedte, nagyobb veszteséget, mint a németek. Tehát a lakossághoz képest nagyobb veszteséget, mint a németek. De nem is erről akarok beszélni, ez csak hogy lássuk. Tehát mi az elmúlt 100 évben nem voltunk, ugye tudjátok, hogy 100 éve, most volt nemrég 100 éve a trianoni béke megállapodás, és hát azóta ugye mi amúgy se vagyunk optimisták, meg amúgy se vagyunk jókedélyűek. Na most ebben csak egy gond van, hogyha egy nép, nem, ha egy egyén nem jó kedélyű, akkor a túlélését megrövidíti, saját maga túlélését megrövidíti. Tehát jó, ha tudod, minél jobban rossz állapotú vagy, annál rövidebb ideig élsz. Jó? Ez így működik. Jó, most vegyük le a baleseteket. Jó, tehát a baleseteket levesszük, egy jó állapotú ember sokkal hosszabb ideig él, mint egy rossz állapotú ember. Na most, ha egy nép rossz állapotú,
akkor az egész nép, nem véletlen, Európában az egyik legrövidebb élettartamú nép a magyar. Oké? Nem véletlen. Miért? Mert az egyik legrosszabb kedélyű a magyar. És ha egy nép nem jó kedélyű, akkor ez az is közrejátszik, hogy nem gyártanak gyereket. Csak keveset. Tehát ahhoz, hogy egy nép szaporodjon, három gyerekkel minimum. Átlagosan. Minimum három gyerek. Oké? És akkor csak nagyon-nagyon minimálisan szaporodik. Ha kettő van átlagosan, már a nép fogy. Logikus, mert két szülő van, két gyerek, és a két szülő közül lehet, hogy az egyik meghal. És onnantól kezdve már a két gyerek nem pótolja azt az egy szülőt. Világos ez? Tehát lényeg az, mert az is lehet, hogy az egyik gyerek is meghal. Így, így értsétek. Világos ez? Mert ugye nem minden gyerek tölti be a mondjuk 30-40. Életévét. Ugye meghalnak sokan fiatalon. Nem, arányaiban nem sokan, de mégis. Tehát ezáltal, ha nem több az átlag, mint két gyerek, akkor a lakosság az fogy. Oké? És ez már nem magyar tendencia, hanem ez már európai tendencia, hogy a lakosság az fogy. Tehát az átlag, az a legtöbb országban, Európában három gyerek alatt van. És ezáltal gyakorlatilag Európa fogy. Európa lélekszáma az fokozatosan fogy. Na most érdekes világot élünk, ha végig gondoljátok. Van egy általános, az 1800-as években, most nem jut eszembe a neve, aki csinálta ezt, egy tanulmányt, arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene lecsökkenteni, tehát az első ilyen tanulmány az 1800-as évek végén született egy gazdag embertől. Ha eszetekbe jut ennek az illetőnek a neve, aki ezt csinálta, akkor mondjátok meg, na mindegy. Ez a tanulmány arról szól, hogy hogyan kellene az emberiség lélekszámát csökkenteni. Azóta több gazdag ember, többek közt Kissinger is kinyilatkoztatta, az amerikai volt Nixonnak a külügyminisztere, ugye kinyilatkoztatta, hogy csökkenteni kellene az emberiség lélekszámát. Többek közt kinyilatkoztatta ugye a Bill Gates is, ez a Musk is, vagy ki, a Musk is, stb. Stb. Érted? Ezt kinyilatkoztatták. Jó, és nem csak ők, hanem sokan már. Na most, de gondoljátok végig, hogy fura, nem? Hogy az egész bolygó lélekszámát csökkenteni kell, és ugye olyan tanulmányok is vannak, hogy 500 millióra csökkenteni kell, és hát itt van egy természetes csökkenés Európában, de ide be kellene telepíteni mindenféle nációt, érted? Barnát, feketét, sárgát, mindent, érted? Miért? Érted? De hát miért? Hát gondold végig, hát van egy természetes csökkenés, hát örüljünk neki, mert akkor megfelelünk annak, hogy annak az elvárásnak, hogy csökkenjen a lakosság lélekszáma.
Hát de itt meg növelni akarják a lakosság lélekszámát, vagy hogy? Miért? Akkor van egy másik dolog, ugye, hogy hát ha fejlődik a technika, már pedig nagyon fejlődik, és ha ezt a technikai fejlődést bevezetnék a foglalkoztatási üzletágokba teljes egészében, akkor gyakorlatilag a lakosság fele az munkanélküli lenne. Már most. De ugye azt mondják, hogy munkaerő hiány miatt kell betelepíteni azokat, akik utálnak dolgozni. Érted? Akiknek büdös a munka. Akiket soha nem fognak tudni rákényszeríteni munkára. Hát itt van olyan lakosság Magyarországon, meg ugye Európában, akik már itt élnek száz vagy több száz éve, és azóta se sikerült munkára fogni őket. Érted? Azóta se. Semmi gond nincs ezzel, ha valaki nem szeret dolgozni. Csak attól nem várjuk el, hogy dolgozni fog. Mert hogyha ugye betelepítik azokat az embereket, akik utálnak dolgozni, akkor azokat is el kell tartani. Vagy ha nincs, tehát úgy működik a társadalom, hogyha az emberek nem tudják a megélhetésüket biztosítani valamilyen módon, akkor a következő módon fogják biztosítani a megélhetésüket, hogy a másikat kirabolják. Érted? Vagy meglopják. Jó esetben csak meglopják. Mondok példát, jó? Múltkor beszámol nekem egy rokonom, len a, ha megkeresed légvonalban Magyarország legtávolabbi pontját Budapesttől, az a település. Érted? Tehát légvonalban annál távolabbi település Magyarország, jelenlegi Magyarországon nincs. És beszámolt arra az egyik rokonom, hogy a szomszédja meglopta. Érted? Pedig ugye, tehát már egy olyan világban élünk, ahol lehetett nyugodtan nyitva hagyni a lakásokat, a kutya nem lopott semmit. Érted? Most a szomszéd meglopta őt. Érted? Ráadásul úgy, hogy be volt zárva az ajtó, és főtörte. Tudod? Mert ugye ott még nem úgy csinálják az ajtókat, hogy hat zárva rajta. Mert hát egy zár bőven elég volt az ajtókra, mert hát ugye nem olyan rég, még nem is kell semmit se zárni. Tehát gondold végig, elkezdődött egy olyan világ, ahol azok az emberek, akiknek nincs elég jövedelmük, nincs elég pénzük, és ez mondom, így működik, és az etikájuk az nincs helyén, akkor azok lopni fognak. És akkor éppen mondta a nejem ennek a rokonunknak, hogy még jó, hogy nem voltál otthon, mert még fejbe vágott volna. És akkor már ugye nem lopás lett volna, mert rablás. Így van. Tehát lényeg az, hogy hát egy olyan világban élünk, hogy tudod, miért nem tud ugyanaz lenni, mint volt? Nagyon egyszerű. Mert ha egy kicsit nézed az árakat. Az árakat. Itt Európában, de nézed, ha Amerikából hallgatsz engem, akkor Amerikában is ugyanez a helyzet. Ha nézed az árakat, éppen beszélgettem ma egy boltossal, kereskedővel, hogy gyakorlatilag pár évvel ezelőtt nem kellett
átárazni a termékeket hosszú-hosszú időszakon keresztül, hát max 2-3 évente, képzeld-e? Most pedig gyakorlatilag hetente kell átárazni a termékeket. Hetente. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy nem mindet, de vannak olyan termékek, hogy az idén már kétszer kellett átárazni. Érted? És nem csökkent, hanem növekedett. Ami annyit jelent, hogyha végig gondolod, hogy olyan mértékű áremelkedés indult el ebben a két évben, nem most, ebben a két évben, ami hát olyan a 93-94-ben volt utoljára, ahol a 36%-os infláció volt. Tudod, milyen ravaszul csinálják a dolgokat? Az nem számít bele az inflációba, tehát nem számít áremelkedésnek, ha egy terméket megszüntetnek, és egy másik változatát dobják a piacra. Nyilván kenyérből ezt nem lehet megcsinálni, ha csak nem változtatnak azon a kenyéren, érted? És már nem tudom, nem fehér kenyér, hanem barna kenyér. Csak most mondtam egy példát. Tehát mondok példát, tavaly évben a Dacia-nak az egyik típusa volt a legolcsóbb autó, 1.990.000 forintért. Ma az utódját 5.040.000 forintért veszed meg. Tehát megszüntették azt a típust, és annak van egy utódja, 5.040.000-ért. Ami azt jelenti, hogy az a típus nem a mini autó kategória volt. Most a legolcsóbb autó, az mind a három, az mini autó kategória. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogyha megnézed, 2,5-szeresére emelkedett az utód autó ára. Érted? És a három legolcsóbb típus tavaly mind ugyanerre a sorsra jutott. Megszüntették a gyártását, és most az utód már nem a legolcsóbb kategória egyáltalán, hanem mondhatjuk azt, hogy többszöröse. Na most ugyanúgy, tömén van egy monitor, nem emelik föl az árát, sőt, képzeld el, mindennek úgy csinálják, nagyon ravaszok, hogy a kifutás előtt leviszik az árát. A Dacia is így járt, valami 240.000-rel vitték le az árát. De hát még akkor is csak 2.200.000 forint volt, érted? Mielőtt levitték volna az árát. Ami azt jelenti, hogy ha leviszik az árát arra pár hónapra, az infláció csökkentő. Érted? Tehát, hogyha akció van bármin, az infláció csökkentő. Hát, ha kifuttatnak valamilyen terméket és akciózzák, az infláció csökkentő. De annak az utódját adják ki, az már nem számít bele az inflációba, mert új termék. Oké? És így lehet játszani az inflációval. Lehet azt mondani, hogy ó, ilyen kevés, meg olyan kevés. Te meg azt látod, hogy mennek a csillagos égbe az árak. És nem érted, hogy lehet ez.
bízok benne, hogy most már érted. Így lehet. Jó? Tehát ami annyit jelent, hogy ha jobban megnézzük, és nem a statisztikai hivatalra hivatkozunk, hanem ténylegesen az árnövekedésekre nézünk, ránézünk, nem vesszük figyelembe azt, hogy új termék, hanem annak az utódját nézzük, akkor körülbelül éves szinten olyan 25-30% az infláció, tehát az árdrágulás legalább. Tehát legalább. Most kérdezem én, ha bérből és fizetésből élsz, mennyivel növekedett a jövedelmed az elmúlt egy évben? Vajon növekedett 25-30%-kal? Ha növekedett, akkor jó, mert legalább az infláció arányában nőtt a pénzed, érted? Illetve nem azt mondom az infláció arányában, az áremelkedések arányában nőtt a pénzed, és akkor a vásárló értéke a jövedelmednek annyi, amennyi volt. Bár, hogyha a jövedelmed nem nő, hanem stagnál, mihez képest? Az árakhoz képest, az átlagárakhoz képest. Tehát ugye az átlagárat úgy kellene számolni, nem inflációt kéne nézni, hanem átlagárakat kellene nézni, összeadni az összes árat, és elosztani a termékek számával, és az lenne az átlagár. És ha az előző ugyanilyen számítás alapján az átlagárak több volt, akkor az átlagár most csökkent. Ha az előző ugyanilyen számítás alapján az átlagárak kevesebbek voltak, akkor az árak növekedtek. Tehát nem az inflációt kellene nézni, mert azzal játszanak, úgy, ahogy akarnak, hanem az átlagárakat kellene nézni. Egyszerűbb is lenne a számítás. De csak fogni, összeadni az árakat, és elosztani annyi termékkel, ahány terméket beleraktak. Tehát lényeg az, hogyha neked a vásárló értéked nem nőtt, tehát a jövedelmed nem magasabb, mint az áremelkedések mértéke, akkor te bajba vagy. Miért? Mert a vásárló értéked csökkent. Ezt úgy hívják, hogy válság. Személyes válság állapotába kerültél. És tudod, hogy mi a személyes válságból való kimenetelnek a képlete, módszere? Hát, ha nem tudod, így jártál, aki itt tanul, az meg tudja tanulni. Oké? Okay? Tehát lényeg az, hogy hogy fogod átvészelni a következő időszakot. Nehogy azt itt, hogy ebből a szempontból itt a következő pár évben javulás lesz. Ha te azt gondolod, hogy a következő pár évben ezzel kapcsolatban, vagy ezekkel kapcsolatban, amiket most elmondtam, javulás lesz, akkor te óriási tévedésben élsz. Tehát még egyszer mondom, nem véletlenül kezdtem azzal, hogy azok az emberek, akik hatalomba kerültek, és nem tanulták az etikát, és nem tartják be az etika szabályait, azok egyre inkább etikátlanok. Okay. Tehát emlékszem rá, amikor ugye görög válság volt, emlékeztek rá, amikor ugye az a válság volt, hogy 2016-ban jól emlékszem, az a válság volt, hogy most Görögország becsődöl, nem csődöl, kilép az EU-ból, nem lép ki az EU-ból,
kilép az eurozónából, nem lép ki az eurozónából. Ez volt, és akkor ugye pont volt egy választás, és megválasztottak egy baloldali kormányt. Tehát ugye mi a baloldal? Az a szocialista kormányt. Na most ha klasszikusan nézzük a politikát, a jobb oldal az nacionalista, a bal oldal pedig internacionalista. Mindig így volt. Most már nem teljesen, mert már ezt is összekutyulják, tényleg. De mindig így volt, hogy azt nevezték baloldalinak, amely internacionalista. Azt nevezték jobboldalinak, ami nacionalista. És attól függően mondták, milyen, mennyire bal vagy mennyire jobb, hogy mennyire vagy mennyire nacionalista vagy mennyire internacionalista. Az internacionalista azt jelenti, hogy nem a nemzeti érdekeket figyeli, veszi figyelembe. A nacionalista azt jelenti, hogy a nemzeti érdekeket veszi figyelembe. És ugye megválasztották a baloldali kormányt, ami hát rögtön tudtam, hogy internacionalista. Hát a baloldali akkor nem lehet más, csak internacionalista. És mit csinált a baloldali kormány? Mindenki azt várta tőle, mert azt hazudták, hogy helyre rakják a gazdaságot, meg mindent helyre raknak. És mit csinált? Lepaktált az EU-val. Tehát gyakorlatilag megvették őket kilóra. Oké. És gyakorlatilag nem lábolt ki ebből a helyzetből az ország, ami azt jelenti, hogy kőkemény hiteleket fizet, és nyög a nép a hitelfizetéstől. És akkor az volt a bosszúja a görögöknek, hogy fogták, beengedték a migránsokat, és tolták Németország felé. Oké, miért? Mert ezt a nyomást, amit a görögök kaptak, hogy ezt a paktumot aláírják, azt a németek szorgalmazták elsősorban. És akkor azt mondták, az anyátokat, akkor küzdjetek az arabokkal, meg a feketékkel. Jó, csak hogy tisztában legyünk ezekkel a kérdésekkel, úgy nagyjából. Szóval a lényeg az, hogyha valaki azt gondolja, hogy jobb lesz, nem tud jobb lenni. Azért nem tud jobb lenni, mert olyanok vannak hatalmon, akik eleve nem etikusak, nem is voltak sose, azóta még etikátlanabbak, oké? És nem valószínű, hogy olyan tud hatalomra kerülni, aki tanulta az etikát és be fogja tartani. Világos voltam. Hanem sorba olyanok jöttek, mint elmondtam, akik még etikátlanabbak lettek, mint eredendően. A hatalom miatt. Világos ez? Tehát, ha most bármilyen új emberke kerülne bárhol a világban hatalomra, mivel nem tanulta az etikát és nem gyakorolja az etikát, ezáltal egy nem etikus ember kerülne hatalomra, és az lenne belőle, hogy még etikátlanabb lenne a hatalom gyakorlása miatt. Érthető ez? Tehát, még egyszer, ha valaki jobbat vár a közeljövőtől, a következő mondjuk
három év, négy évtől, az ideivel együtt négy évtől, akkor tévedésben él. Tévedésben él. Jó, és akkor mi a megoldás? Mi a megoldás? Kell tanítani az embereket, többek közt az etikára is, és azok közül majd, ha tömegesen tanulnak az etikából, etikát tanulják az emberek, meg más egyéb dolgokat is, akkor előbb-utóbb majd lesznek olyan emberek, akik hatalmat akarnak, de már etikus vezetőként. Érted? Hát etikus vezetőként. Na most, de ez idő. Érted? Ez idő. Ez idő. Vagy azt gondolt, hogy nem kell tanulniuk az embereknek a ezekkel kapcsolatos dolgokat, nem kell tanulni az etikát, akkor ezen a bolygón soha nem lesz már jó. Érted? És ha ezen a bolygón már soha nem lesz jó, és elveszíti ez a bolygó a reményét, az emberiség elveszíti a reményét abban, hogy jóvá váljon, akkor fogják a fentiek és az egészet, azt mondják, hogy jó, akkor töröljük el úgy, ahogy van ez az egészet. Mert minek? Világos voltam? És ez nem majd egyszer, ez itt lebeg a fejünk fölött. A legkésőbbi időpont ezzel kapcsolatban az 2035. És ha a fentiek úgy látják, hogy már mondjuk, csak mondtam egy dolgot, 2030-ban, hogy esélye sincs annak, hogy itt aranykor legyen ezen a bolygón, akkor 2030-ban lesz a roló lehúzás. Világos voltam? Tehát, drága emberek, nem kéne tennünk valamit azért, hogy egy jobb világban éljünk. Nem kellene tanulni az etikát. Nem kellene tanulni azt, hogy hogyan bánjunk az emberekkel. Nem kellene. Tehát az a megoldás, hogy homokba dugjuk a fejünket, mint egy struc, mikor gondja van. Hát azért talán több eszünk van, mint a strucnak, nem? Emberként. Ma sehol a világon egyetlen egy politikus sem tanulta azt az etikát, amit én tanítok. Egy sem. És ez az etika tanulmány, ez fentiektől jött. Persze, tanultam én is erről dolgokat, de nem ilyen részletesen, közel se, töredékét, érted? Tehát kellenének olyan emberek a világban, akik etikusan élnek, tömegesen kellenek ilyen emberek a világban, akik etikusan élnek. Akik tudják, mi az, hogy etika. Érted? És tudod, mennyire éri meg, hogy az ember etikus? Semmi nem éri meg annyira, mintha az ember etikus. Tehát bármit csinálhatsz a világban, semmi nem éri meg annyira, mintha etikussá válsz. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Mindenkinek jó tanulást kívánok, gyertek a legjobb áron tanulni, szeretlek benneteket, sziasztok! Visszaadom a szót Ázsi Gazdáinknak. Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkorsnak a képzést, amelyik hatásos és célra vezető volt. Mit tudtunk meg ma? Két dolgot. Van egy jó hír, meg egy rossz hír. A rossz hír az, hogy nem lesz jobb, csak rosszabb. De a jó hír az, hogy nekünk van olyan lehetőségünk, hogy jobban csináljuk a dolgokat, hogy jobb legyen kicsit később. Megvan az a tudás, meg megvan az az etikai háttér,
azoknak az embereknek, akik itt tanulnak, hogy létre tudják hozni az emberiség jövőjét. Ez a jó hír. A rossz hír az úgyis rossz, nem mondjuk tovább. Na, szóval feltennék egy pár kérdést neked, ha nem haragszol. Nem haragszik, jó. Civil foglalkozásod? Eredendően szülésznő voltam, most pedig PPH szervező vagyok, és PPH vezető. Honnan jöttél? Budapestről. Kivel jöttél? A párommal. A családi helyzeted? Mennyasszony vagyok. Sok éve. Miért kezdtél tanulni a Nyílt Akadémiánál? Miért? Hát én azért nagyon szerettem a szakmámat, de mindig éreztem, hogy még valami hiányzik az életemből, amivel a beteljesülés megtörténik. Sokféle könyveket olvastam, tanfolyamokra jártam, de éreztem, hogy még mindig hiányzik valami. És a párom szólt nekem, hogy van ez az iskola, és gyere, hallgasd meg. Hát kicsit kételkedtem, mert már annyi mindenen átmentem, de azért eljöttem. És az előadás alatt hatalmas felismerések törtek rám, ami bizonyította, hogy nekem itt a helyem. Éreztem és tudtam, hogy itt minden kérdésemre választ fogok kapni. És természetesen tudást. Ennyi. Most megengedem, kérdezősködj te is. Nőhet. Andrus Mirce vagyok. Civil foglalkozásod? Vállalkozó és gyerekcipőbe járó PPH szervező. Honnan jöttél? Budapest. Családi helyzeted? Vőlegény. Igazából vadházasságban élünk 25 éve, úgyhogy házasságban élünk. Miért kezdtél el a Nyílt Akadémiánál tanulni? Hát én nem azért kezdtem, mint a legtöbb ember, mert én nem kerestem a tanfolyamokat, stb., hanem én válaszokért jöttem. Volt egy haverom, aki azt mondta, hogy gyere, bemutatok neked valakit, aki mindenre tud válaszolni. Én annak idején nagyon sok kérdést tettem fel, nagyon sok választ is kaptam annak idején, emiatt terelgettem is el az előadásokat, amiért megtiltották, hogy többet kérdezzek. Szóval előadás közben, nem előadás, igen, de előadás végére már elfelejtettem, mit akartam kérdezni. Szóval nagyon sok kérdésre kaptam választ. Most már februárban lesz 10. éve, hogy folyamatosan itt vagyunk a Györgyikével, és gyarapítjuk a tudásunkat. És amit tapasztalunk mindketten, hogy amit itt tanulunk, most már a tudomány is eljutott oda, hogy bebizonyítsa, hogy Miklós, amit mond, az igaz. Más szemszögből, de a lényeg ugyanaz. Ma is láttam egy olyan előadást, ami azt mondta, hogy amit ő tanít, nem úgy mondta, hogy amit Miklós, hanem azt, amiket ő tanít, az igaz. A kvantumfizika, meg a mostani tudomány, az bebizonyította, hogy igaz. És még az is igaz, hogy látjuk a gyerekeinken, meg az unokáinkon, mert valamennyi gyerek úgy tanítja a gyerekét, ahogy hallotta tőlünk, úgy sunyiba, hangosan az előadásba. És az érdekes az, hogy mondanak a lányok olyan dolgokat maguktól, és azt hiszik, hogy húha, pedig azt tőled hallották, és úgy adják el, mintha az övék, tudod, ahogy az idomítás. Szóval, amit adott a Nyílt Akadémia itten, sok tapasztalatot, és mondhatnám, hogy mondját, mit akartam mondani? Egy hatalmas nagy csapatot, ahol szeretetben vagyunk, alig várjuk, hogy találkozhassunk, átölelhessük egymást, és boldogan beszélgethessünk egymással.
Én szerintem ez egy nagyon csodálatos dolog. Na, légy boldog. Na, szóval itt nagyon jól érezzük magunkat, látszik Györgyikén is, az izgalom meg az érzelem kitörik belőle. 25 perc szünet után folytatjuk az előadást.